2013-ban az országban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el elsőként a megyei szintű futsalbajnokság. A következő években 8-10-12 csapat lépett pályára a hétfői játéknapokon. Az elmúlt év őszén már korosztályos csapatok számára is kiírta a bajnokságot az MLS megyei igazgatósága. A lány U15-ben 10 együttes, a fiú U17-ben és U20-ban összesen 22 gárda nevezett. A felnőtteknél 3 hajdúsági, 3 borsodi és 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes részvételével regionális bajnokságot rendeztek. Nagyobb színvonalú volt a bajnokság, mint talán az elmúlt egy-két évben. Köszönhető annak, hogy azért mind Borsodban, mind Hajdúban voltak olyan csapatok, akik annak idején MB2-be versenyeztek, aztán egy-két évig úgymond inaktívak voltak, de most újra belekerültek a vérkeringésbe. Ennek ellenére viszont egy újonc megyei csapat, a Nyírbátori Sportklub együttese nyerte meg, aki már az osztályozón is túl van, és ott sajnos egyetlen egy góllal maradt le a Szeged ellenében a feljutásról. Bár ennek ellenére még nyitva van a kapu az MB2 kapuja előttük, hiszen az esetleges visszalépések után még őt felkérhetik az MB2-re, bízunk benne, hogy Nyírbátor révén egy újabb MB2-es futsal csapatunk lesz. A nyírbátoriak sikertörténete baráti összejövetelként indult, végül pedig aranyéremmel zárult. Nagyon jó társaságot sikerült összeszednünk, felépítenünk. Az elején úgy indultuk, hogy baráti társaság, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az eredmények jöttek, hála Istennek a szponzorok és támogatók is odaálltak, a végére már, fél szezonnál már úgy bántunk, hogy mindenféleképpen meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, és sikerült is, örülünk neki. A felnőtteknél a Nyírbátor SC mögött a MÁD FC és a MEAF végzett. Az U17-es fiúknál a Nyíregyházi Sportcentrum mögött a Tarpa SC lett a második, a harmadik pedig a Levelekese lett. Az U20-asoknál a Sportcentrum mögött Székely Tím, Tarpa SC volt a sorrend. Az U15-ös lányoknál a Nyírség NSC-t a Mátészalka, a MTK és a Fehérgyalmat SC követi a tabellán.